A város ivóvízellátását a Nagykun víz és csatornamű Kft. Végzi, az ivóvíz a Madarasi úti vízműtelepről jut el a fogyasztókhoz. Fodor Miklós vízágazat vezető szerint a forró időszakban érezhetően emelkedett a fogyasztás, de a telep kapacitása ennél többet is bír. A város vízfogyasztása ez évben a legmagasabb az július 5-én volt, 4115 köbméter volt akkor a városnak az ivóvíz fogyasztása. Hát a telep az 10.000 köbméter per napot tud, tehát vízkorlátozást eddig sem kellett bevezetnünk, és ezután sem fogunk bevezetni, úgyhogy a város ivóvíz igényét a megfelelő minőségben, illetve mennyiségben ki tudjuk elégíteni. A telepen összesen 6-an dolgoznak. A vízműtelepen 6 fő dolgozik, 5 fő az 12 órás folyamatos munkarendben dolgozik, illetve egy fő, aki 5/2-es munkarendben van, mint vízműkezelők. A várost ellátó kutak nem itt, hanem Berekfürdő térségében vannak. Onnan a mélyfúrású kutakból búvárszivattyúk termelik, illetve juttatják el ide a vízműtelepre a ivóvizet. Itt fertőtlenítjük a vizet, majd innen hálózati szivattyú juttatja el a fogyasztókhoz, illetve a víztoronyba a szükséges ivóvízmennyiséget. A vezető szerint minden lehetőségre jól felkészültek, a vízigény esetleges probléma esetén is biztosítható. Rendelkezünk a megfelelő tartalékokkal, tehát hogyha bármelyik szivattyúval probléma van, akkor a tartalékszivattyút üzembe tudjuk helyezni. Vízkorlátozásra egyenlőre nem kell gondolni. Mivel 10.000 köbméter tudna úgymond a telep, tehát a előző számból is, amit mondtam, hogy 4115 volt idén úgymond a legmagasabb vízfogyasztása a városnak, nem valószínű, hogy ilyen bekövetkezne, hogy nekünk korlátoznunk kellene a vízfogyasztást. Vízünk tehát a legnagyobb forróságban is lesz, de mivel ma már mindenfelé egyre nagyobb érték, nem árt takarékoskodni vele.